A nő magát hibáztatja, de a társadalom is inkább még mindig a nőre vetíti a meddőség problémáját. És általában az van, hogy a nők ki van vizsgálva sokszor, de a párjának nem volt még egy spermogram sem. Tehát valahogy úgy van, hogy ha nincsen baba, akkor arról csak a nő tehet. Miközben? Tehát, igen, a statisztika miközben nem ezt mondja. 40-40%, tehát igazából egyenlő arányba oszlik el a probléma, de sajnos ez még nálunk nem elfogadott.